A KKC számára remekül indult a szezon, hiszen győzelemmel zárták az első három fordulót. A menetelést azonban október 6-án a Mecsek Nádas megakasztotta. Szerencsére azonban ez nem vette el a fiúk lendületét, hiszen a mostani hétvégét ismét magabiztos győzelemmel zárták a Rinyamenti KC ellen. Sajnos nagyon sok hiányzónk van. Az elmúlt három hétben három komoly sérülést szereztek a játékosaink, és 6-tal kevesebben vagyunk, mint ahogy kezdtük a szezon. 13-an érkeztünk, 10 darab mezőnyjátékossal, ami nagyon kevés. Ráadásul az egyik kapusunk betegen vállalta a mérkőzést, és többünknek apró sérülései vannak. De úgy gondolom, hogy 45 percig méltó ellenfelé voltunk a házigazdának, és azért nagy erőfeszítésre készítettük őket. Nagy csatában maradt tehát itthon a 2 pont. A 39-31-es eredmény önmagáért beszél. Tudtuk, hogy nagyon nehéz mérkőzés lesz, tudtuk, hogy egy nagyon komoly, jó ellenfél. Végre eljutott a játékosok tudatáig az, hogy addig még mentálisan nem tudunk saját magunkon és az ellenfélen felülkerekedni, akkor esélyünk sincs. Ehhez pedig kell egy vezéregyeniség, az Fétek, aki most kitett magáért. A jövő héten a Sereghajtó Kiskörös otthonába utaznak a fiúk, ahol Kolicsi János szintén győzelmet vár. Ezeket a hazai mérkőzéseket nekünk hoznunk kell, és elvárom a csapattól, hogy a jövő héten Kiskörösön idegenbe nyerjen a csapatom. Ehhez kérem a nézőknek a támogatását, kísérjenek el bennünket, szurkoljanak a csapatnak. Hazai pályán legközelebb november 9-én játszik majd a KKC, amikor is a Baja együttese érkezik Kalocsára.